Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek Bajáról és helyből Kiskunhalasról egyaránt, és ma úgy tűnik, hogy ez erről lesz szó, valójában rólunk lesz szó, emberekről. A Buddha tanításában nagyon sokszor szerepel a szó megszabadulás, megvilágosodás, felébredés, elérni egy olyan tudatot, amely nem függ feltételektől, nem függ érzékszervi hatásoktól. Tehát mindezen fogalmak valahol a szabadságot igyekeznek nekünk elhozni, elmagyarázni, hogy ha az úton járunk, akkor ezt a szabadságot tapasztalhassuk is. Mindennek 2500 éve, illetve nagyon sok kultúrkörben, nem buddhizmus néven, de hasonló tant tapasztalhatunk, amely az emberiséget igyekszik a terhektől, a szenvedéstől, a kötöttségektől megszabadítani, és úgy tűnik, hogy nem megy. Úgy tűnik, hogy sokkal gyorsabban termeljük újra a kötöttségeinket, mint egyén, mint társadalom, mint kultúra, és sokkal lassabban és kínosabban vetjük le ezen kötöttségeket, sem hogy a szabadságot ugye nagy tömegek elérhetnék. És megkérdezhetnénk, hogy ez miért van így. Tehát ha egyszer már tudjuk, és 2500 éve biztosan tudjuk, hogy ez az élet, legalábbis a buddhista meditáció, és később a zen szempontjából miről szól. Ha ez így van, akkor miért nem teszünk többet ezért? És az egyik lehetséges válasz az, hogy jobban szeretjük a kötöttségeinket, mint a szabadságot. Megszoktuk őket. Megszerettük őket. Ezekben veszünk inkább menedéket. Azt talán szeretjük, hogyha a kötöttségeinket mi határozzuk meg, hogy ahhoz és olyan emberhez, emberekhez kötődjünk, akikben bízunk, akiket szeretünk, vagy olyan érzékszervi hatásokhoz kötődjünk, amelyek örömet okoznak. De valójában ez az érzékszervi élet, tehát hogy egy test és egy tudat együtt működik, és ez az életünk, ez kötöttségen alapul, ez kötöttséget feltételez. Ahogy a vezető, a sofőr beül egy autóba, és beköti a biztonsági övet, kötődik a kormánykerékhez, a pedálhoz, a különböző kapcsolókhoz. Természetszerűen és szükségszerűen különben nem tudna vezetni. Az életünk is ilyen, kötődünk a testünkhöz, kötődünk az érzékszervi hatásainkhoz, mert ha ezt nem tennénk, nem tudnánk élni az életünket. És ezen nem is azt mondja, hogy ne használd ezeket a lehetőségeket. Ha már megszülettél, tényleg használjuk a testet. Ha már társaink vannak, nézzük meg, hogy a kapcsolataink mire jók, mit tudunk belőle kihozni. De valójában a szabadság, a teljes kötődésmentes állapot, az a legtöbbünk számára még csak meg sem határozható. A zen útján kimondjuk azt, hogy ha tartózkodsz a gondolkodástól, az érzésekhez való ragaszkodástól, a beszédtől, a különböző érzékszervi hatásokkal való azonosulástól, tehát ha mindezektől tartózkodsz, akkor elérhetsz egy olyan állapotot, amely nem kötődik élethez és halálhoz. És nagyrészt mi tényleg nem tudjuk, hogy ez micsoda. Lefordítjuk a magunk mindennapi életére, hogy hát ez biztos jobb, mint hogyha ott henteregnénk kint valahol az árok szélén, és sokkal jobb, mint hogyha autóbalesetben veszítenénk az életünket, sokkal jobb, mint hogyha lepusztult nyomortelepeken élnénk. Tehát ha ez jobb, akkor ugyan nem tudom micsoda, de inkább azt választom. És ez már egyfajta meggondolás, már egyfajta választás, még akkor is, hogyha nem tudom, hogy ennek mi van a végén. Azt látom, hogy a kötöttség hova vezet, azt látom, hogy a ragaszkodás hova vezet, azt látom, hogy a szenvedés milyen, és szép lassan elindulok azon az úton, amely a nem ragaszkodáshoz, a nem szenvedéshez, és a kevesebb függéshez vezet. Tehát feláll az a paradoxon, hogyha nagyon függsz, az a baj, mert akkor megláncolt az, most képzeld, ezt nem tudnám elengedni, hát nem lenne, aki hazavezesse az autót, illetve lenne, csak utána én nem tudnék mit csinálni ezzel a bottal. Képzeld el. Ha pedig egyáltalán képtelenek lennénk kézbe venni azt, amire szükségünk van,
akkor nem tudnánk se enni, se inni, se dolgozni, se semmi. Amikor szabadságról beszélünk, akkor nem a semmiről és az ürességről beszélünk, hanem egy olyan tudatról, amely képes megszületni, és képes itt hagyni ezt a testet, amikor eljön ennek az ideje. Amikor szabadságról beszélünk, akkor a feltételek szabad kialakításáról beszélünk, paradox módon arról, hogy mi vállaljuk föl a kötöttségeinket. És mi is oldjuk föl ezeket a kötéseket. Hogyha emberi kapcsolatokról van szó, akkor lehetőleg közös megegyezéssel, mert az egyoldalúság itt nagyon sokat tud ártani. Tehát ha megfelelően kezeljük a szabadságot magát, akkor ez elvezethet oda, hogy megfelelően kezeljük a kötöttségeket is. Tehát az az érdekes, hogy ez a kettő ez nem áll ellentétben. Tehát az alfa és az omega, a kezdet és a vég, azok nem ellentétesek, hanem egy valaminek a két vége. A szabadság és a kötöttség, azok nem ellentétesek egymással, az egy valamilyen minőségnek a két oldala. Szabad és kötött. Csak a kérdés az, hogy önmaga tud-e maradni kötöttségében és szabadságában egyaránt. És erről az önmagunkról lenne, igazi önmagunkról lenne tényleg szó a zenben. Tehát, hogy mi az a lélek, mi az az én, ha van ilyen, amely fölveszi ezt a testet, ami éli ezt az életet, és ami aztán később leveti ezt a testet, és itt hagyja ezt az életet. Van egyáltalán valami körforgás élet és élet között, születés és születés között? És ez most nagyon elvontnak tűnik, mert ugye az emberek többsége most nem ezzel foglalkozik. Az emberek többsége azzal foglalkozik, hogy van-e állása, megkapja a segélyét, el tudja adni az ingatlanját, iskolába tudja küldeni a gyerekeit, mert most már annyiba kerül. Tehát látszólag teljesen más síkon mozog ez az egész. Igen, de ahogy a mezőgazdász tudja, hogy az eső az az égből jön, ahogy tudjuk, hogy a jelenségeknek van eredete, ugyanúgy érdemes rátekinteni arra, hogy a lelkünknek, a tudatunknak, a benne megjelenő dolgoknak milyen eredete van. Hiszen ha nem tudjuk, mikor jön az eső, és nem vetünk megfelelő időben, akkor nincs termés. Hogyha nem ismerjük saját eredetünket, azt, hogy a lelkünkben megjelenő jelenségek honnan jönnek és hová távoznak el, nem ismerjük önmagunkat. És így nem mi vagyunk urai az életünknek. Hát megjelenik benned vágy, harag, különböző nézetek, azok honnan jöttek és hová mennek? Hogyha megjelennek benned, mit csinálsz velük? Csak kiadod őket? Vagy lefolytod őket? Mit teszünk azzal a sok mindennel, ami itt van a lelkünkben, itt lüktet a szívünkben, itt ketyeg a kis szürke állományunkban? Azok mi vagyunk, vagy sem? Mit teszünk a gondolatokkal és az érzelmekkel? Látjuk-e a köztük lévő kapcsolatot? Látjuk-e az érzékszervi hatások, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés együttműködését? És ezen nem csak azt tanítja, hogy légy igazi önmagad, hanem azt is, hogy légy ura önmagadnak. És ez már arról szól, hogy ezt a világot hogyan kezelem, hogyan viszonyulok hozzá, mit engedek meg magamnak és másoknak. És hogyha tudatosan élünk, hogyha éberen élünk, akkor ez eljuttathat minket odáig, hogy felismerjük, hogy miért vagyunk itt, hogy miért születtünk meg. Úgy tűnik, hogy a macskáknak nincs ilyen gondja. A macskák pontosan tudják születésüktől fogva, hogy mit kell csinálni. Tehát nincs olyan, hogy pályát tévesztett macska. Vagy olyan kutya, aki mondjuk rossz állást kapott. Vagy életválságban van, mert a kutyaságát vonta kétségbe. Ilyen nincs. Az embernek van ilyen. Tehát ha a kutya, a macska, a krokodil, és korábban minden bizonnyal a dinoszauruszok értették a dolgukat, miért van az, hogy az ember teszi föl a legmélyebb kérdéseket, miközben a legkevésbé van tisztában önmagával? És nézd meg, a kettő összefügg.
azért teszünk föl ilyen mély kérdéseket, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, mert nem értjük, hogy mi az élet és mi a halál, mi a lét és mi a nem lét. Ha ezzel nagyon mélyen intuitíve tisztában lennénk, akkor tudnánk olyan spontán módon cselekedni az emberi birodalomban, mint az állatok az állati birodalomban, emberi minőséggel teszem hozzá, mielőtt nagyon elszaladna itt a ló. Tehát emberi módon spontán az emberi birodalomban, és akkor nem lenne ennyi szenvedés, ennyi tévút, ennyi minden, amit egymásnak okozunk, mert magunknak is ezt okoztuk. Első körben az a legnagyobb problémánk, hogy összetévesztjük magunkat a saját egoitásunkkal, a saját énképzetünkkel. Minden olyan gondolattal és érzelemmel, múltbéli, jelenbéli és jövőbéli eseménnyel, ami megjelenik a tudatban, erre azt mondom, hogy én vagy nem én. Tehát vagy azonosságot csinálok belőle, vagy pedig kitaszítom magamból, hogy ez nem én vagyok. Ez a megkülönböztető tudatosságunknak a kicsikét túlfűtött működése. Hát meg kell különböztetnünk, hogy ez a bot-bot, ez a pohár meg pohár. Ez nagyon fontos, mert ha ebből szeretnék inni, az eléggé terméketlen lenne, vagy ha ezzel szeretném a kezdőpontot demonstrálni, nagyon hamar összetörne. Hát nem megy. Mégis, ha a tudatunk egyes jelenségeivel pontosan ugyanezt csináljuk, látszak, hogy ez én vagyok, ez meg nem én vagyok, hibát követünk el. Méghozzá azért, mert egy ideát, egy abstrakciót behelyettesítettünk a valóság helyére. És ezért mondja az Zen sokszor, hogy tanulj a fától. Tanulj az óceántól. Nézd meg, hogy folyik a folyó lefele. Nézd meg, ahogy a felhők felszállnak az égbe. És a természet spontán, önreflexió nélküli, de teljesen konzekvens működése, az taníthat minket. Az én fogalma nem létezik a természetben, de évmilliárdok óta ugyanúgy működik. Ugyanazon feltételek szerint működik. Nem merül fel benne a kérdés az egész természeti folyamatban, hogy mondjuk a golfáramlat megkérdezi, tényleg jó, hogy én most erre felé áramlok? Vagy esetleg válasszak magamnak egy másik utat, most menjünk egy picit inkább a mexikói öböl felé, arra, és ne erre. Nincs ilyen probléma. Az embernél van. Úgyhogy nem csak a testünkkel vagyunk néha teljesen összeférhetetlenek. Nézd meg, mit csinálunk magunkkal. Tehát ezzel a hordozó eszközzel. Elképesztő dolgokat követtünk el a testünkkel, mert nem tudjuk a kapcsolatot rendezni magunk és a testünk között. És itt nem csak az ilyen anorexia, bulémia, önsorsrontás, egyéb addikció, és nem, erre, nem pusztán erre gondolok. Arra gondolok, hogy nem értjük, hogy ez a test miből van, és hogy a tudat hogyan viszonyul hozzá. Nem értjük, hogy hogy vettük föl ezt a testet, és nem éljük át, ugye, amikor ugye, levetjük. És ez azért van, mert a tudatosságunkat nem látjuk. Nem látjuk, hogy valójában kik és mik vagyunk mi. És ezen pontosan ezt teszi lehetővé, magadba tekintesz, egyszerűen, közvetlenül felteszed a kérdést, mi vagyok? És a válaszok elkezdenek jönni. Nagy része selejt, de hát csak így lesz meg az igazi, hogy a selejtet azt fogod és elengeded. És hogyha egy kicsikét tisztában vagyunk önmagunkkal, akkor elkezdünk tisztában lenni a világgal. Hiszen amit magadban látsz, azt a világban is meglátod. Amit magadban letakarsz, azt a világ is eltakarja előtted. Ahol becsapod önmagadat, ott a világ is megvezet. Nézd meg! Tehát így lehet az ok és okozat valós működését előbb-utóbb megtalálni, és minden lény hasznára fordítani. És ez a minden lény hasznára jelenti a felébredést magát. Jelenti azt a szabadságot, amely szabadon választja meg a kötődését, vagy a nem kötődését, a viszonyait és az életútját. És a szabad akarat az nagyon kétélű. Szabad akaratból gyönyörű dolgot is lehet csinálni, és szörnyűséges dolgokat. Mind azon múlik, hogy mennyire vagy tisztában azzal, hogy mi vagy itt valójában? Ki vagy itt valójában? Azért kell a két személyes név más, mert még nem egyértelmű, hogy ez ki vagy mi. Ez a kutatás tárgya.
És hogyha a kérdezést megfelelő módon folytatod, akkor arra is rájöhetsz, hogy miért születtél meg ebbe a testbe, adott helyre, adott időbe, adott szülőkhöz, és ekkor az életed célja is nyilvánvalóvá válhat. Ez nem azt jelenti, hogy ezt rögtön követni kell. Ez azt jelenti, hogy meglátod, hogy milyen karmával születtél le, meglátod, hogy nagy valószínűség szerint mit csinálnál, hogyha hagynád magad, és dönthetsz, hogy ez megszülessen, legyen így, vagy pedig ne. Vagy pedig kicsit még alakítsunk azon a szellemi DNS-en, mielőtt elkezdene szaporodni. Na most ezt a szabadságot keressük. Azt a szabadságot, ami a tudat végtelen terében, ebben a pillanatban megvalósulhat. Hogyha csak idáig látok, csak idáig, akkor aki bejön, az én tudtam és láttam nélkül jön befele, ide, 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 és az utolsó 2 centin látom meg, hogy valaki itt van. Ekkor már nem tudok dönteni, hogy beengedjen vagy nem. Nem, már itt van. Ha ellátok a szoba sarkáig, akkor onnantól kezdve van döntési lehetőségem, hogy valakit idáig elengedek hozzám, vagy sem. Ha ellátok a könyvtár épületének a sarkáig, akkor onnan. Tehát a tudat tere így szépen növelve döntési lehetőséget és szabadságot ad. De ha ezt a teret te telezsúfolod a saját téves nézeteiddel, vágyaddal, haragoddal, múltaddal, jeleneddel és remélt vagy félt jövőddel, akkor ez a tér, ez tele lesz szeméttel. És nem látsz. Ezt a nem látást mondta a Buddha avidjának, a tudat felesleges megtöltését ilyen tartalmakkal. És nézd meg, mi nem, hogy megtöltjük, mi még játszunk is velük. Mi még kirakósdit is játszunk ezekkel a tartalmakkal, elrendezgetjük őket, becézgetjük őket, csókolgatjuk őket, lóbálgatjuk őket, és utána pedig adjuk és vesszük őket. És nem merünk megszabadulni az ehhez való kötöttségeinktől oly mértékben, hogy a tudattere kitáguljon, letisztuljon, hogy ebben a pillanatban tisztán lássuk magunkat, a helyzetünket, a viszonyainkat és a teendőinket. Ehhez kellene egy olyan önismeret, amely a tudatunk eredeti természetén alapszik, és ez az eredeti természet, ez a végtelen tér, végtelen idő, egyetlen pillanatnyi jelenlét világkorszakokon át. Tehát ez a tannak az idézete. Úgyhogy mi választunk. Minden pillanatban mi választunk. Senki és semmi nem kontrollál minket. Nem gyakorol ellenőrzést fölöttünk. A saját tudatunk az, a saját lelkiismeretünk az, amely végül is megteremti a jót és a rosszat, a tapasztalatok alapján. Hát tapasztaljuk, hogy mi vezet szenvedéshez, tapasztaljuk, hogy mi vezet boldogsághoz, és ezen tapasztalatok alapján felállítjuk a jó és rossz kategóriáit. Az a kérdés, hogy ez mindig igaz-e? Ha igen, akkor azonnyomban az előítéletek rabságába estünk. Ugyanígy egy ember, megismerted, hogy az az ember milyen. Adsz-e neki egy esélyt, hogy más legyen, hogy megváltozzon. Alkotsz-e róla más képet. Megadod-e neki a szabadságot, hogy más legyen. Ez csak akkor lehetséges, hogyha magadnak is megadtad. Úgyhogy, ahogy az előbb mondtam, a saját benső tisztánlátásunk az, amely a világ tisztánlátását eredményezheti, és ehhez tiszta tudati tér kell. Azért szép ez a könyvtár, mert a könyvek mind polcra vannak rakva. Ha akarom, leveszem őket, olvasgatok, ha nem, visszateszem őket a polcra. Most képzeld el, hogyha ezt a gyönyörűséges mennyiségű több ezer, vagy talán több tízezer kötetet is, ide hordanánk a szoba közepére egyetlen halomba. Eléggé kezelhetetlen lenne, igaz? És nézd meg a tudattartalmainkat, nem rakjuk rendbe. És hogyha a látás által engednénk, hogy ezek a tartalmak rendeződjenek, ha belül megnéznéd, hogy éppen most ki vagyok, éppen most mi a dolgom, éppen most mit csinálok, akkor ez a látás, ez már szépen polcokra rendezné az egészet, kipucolná a teret, és lehetne működni, és együtt működni. Tehát a tudatnak a tere az nem egy absztrakció, azt érzed.
tele vagy ilyen száguldozó gondolatokkal és érzetekkel és érzelmekkel, vagy sem? Hallod-e tisztán a hangokat? Látod-e tisztán a látnivalókat, vagy sem? És ha nem, akkor mi az, ami letakarja? Mi az, ami gátolja? Mi az akadály? Na most, amikor ezeket az akadályokat elhárítod, akkor vagy szabad. És ezek az akadályok mind-mind olyan címkét viselnek, hogy ez én vagyok, ez meg nem én vagyok. És mind ott van a padlón. És mind ott van a tudatod terében. És a zen az ilyen címkéktől való megszabadulás, hogy jó és rossz, én és nem én. Ezt úgy nevezi, hogy ilyenség. Szanszkritul tathatá. Az ilyenség, tehát ez a bot, ez éppen ilyen. Nem rövid, nem hosszú, barna és fából van. Éppen ilyen. Ezt egy bot esetében nagyon könnyű belátni. Mennyire látjuk be ezt magunk és mások esetében? Ez az igazi kérdés. Tehát az zen gyakorlata a tudat letisztulását, a tudat szabadság fokának megnövelését eredményezi, de nem veszi el a kötődés képességét sem. Csak a kötődéseidnek te leszel az ura. Ami egy óriási különbség ahhoz képest, hogy most a világ mit akar a legtöbbünkkel elkövetni, különböző médiákon, ideákon, audiovizuális tartalmakon és egyebeken keresztül, hogy lehetőleg ne te légy a saját kötődéseidnek az ura. Valaki megmondja neked, hogy te mihez kötődj, miért fizess ki pénzt, mivel tölts időt, és az emberi kapcsolataidat ugye mire áldozd. A kérdés az, hogy ezt te megengeded-e. Van, aki megenged, és nagyon jól él vele. Azoknak nem szól ez az előadás. És nem is baj. Akik viszont szeretnének egy picit maguk urai lenni belül, és szeretnének önálló döntéseket hozni, szeretnék a saját kötődéseiket és szabadságukat a saját kezükbe venni, azoknak viszont talán hasznos lehet. És azért is tanítjuk ennek a gyakorlati oldalát, a meditációt, hogy ezt te a saját tapasztalatoddal kivitelezhesd. Tehát nincs zen tabletta, nincs zen szérum, nincs zen eszencia, amit oda lehetne adni, te azt beveszed, és akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon hithű zen tanítvány lettél. Ilyen nincs. Szerencsére nem is volt, nem is lesz. De van tapasztalat, amellyel egyre inkább, egyre tisztábban tapasztalod, hogy te ki vagy valójában, és mi a dolgod. Mi ez a világ, és hogy működik. És te és a világ, te és a többi ember hogyan kapcsolódhat megfelelő módon, hogy az életünkből a legtöbbet és a legjobbat hozhassuk ki tudatilag, minőségileg, és hogyan lehessünk igazán segítségére egymásnak. Nagyon sokféleképpen lehet élni ezen a földön. Így megforgatod a glóbuszt, és így ráböksz az ujjadra, és ahány helyre ráböksz, mindenhol egy picit más kultúra, más felfogás, más gondolkodásmód. Az alapparaméterek, azok viszont ugyanazok. Egy birtoklásra épített, az én valamiféle valóságát elhívő, nagyon múlandó és nagyon feltételekhez kötött társadalom. Tehát nincs tökéletes állapot, nincs mennyei állapot, nincs semmi olyasféle megváltott, megszabadult állapot ezen a földön, legalábbis tartósan biztos nem, nagyon elterjedve biztos nem, amire azt lehetne mondani, hogy ez az, ez kell. Magyarul nem kívül fogod megtalálni a megoldást. Kívül lehet inspirációt találni, lehet részigazságokat találni, lehet erőt meríteni, nagyon sok mindent lehet. De tökéletes megoldás odakint nincs. És hogyha kellő mértékben nézel befele, és kellő önismeretre teszel szert, akkor azt is meglátod, hogy belül sincs. Nincs tökéletes megoldás belül. De egy valami van. Van egy olyan tiszta tudat, amely mentes a tökéletesség és tökéletlenség dualitásától. Mentes a szabadság és a kötöttség dualitásától. Mentes a jó és a rossz dualitásától. És ezzel egy olyan eredeti minőségünk van, amellyel élhetünk, amellyel teremthetünk, amellyel le is bonthatunk és pusztíthatunk is. És a mi dolgunk, hogy ezzel mit csinálunk. Úgyhogy ez az út, ez nem változott, mert az emberi élet természetesen változott évezredek óta. Az érzékszervekhez kötött lét, a tudatos, de múlandóságban élő lét,
az ezen a földön mindig is ugyanolyan alapokkal rendelkezett, most is, és a továbbiakban is, ameddig ezen a bolygón inkarnálódunk. Tehát a feladatunk sem változik alapjaiban. Felszínében igen, részleteiben igen, kulturális dolgaiban igen, de lényegében nem. És épp ezért ez a tanítás, ami évezredek óta velünk van, az lényegileg a következő évszázadokban és évezredekben sem fog változni. A megjelenése, az átadási módja, a gyakorlási módja természetesen. Ezt hívjuk fejlődésnek, változásnak, néha visszafejlődésnek. De a lényeg az, hogy ez az élet, ahogy mi ezt éljük, testben és tudattal, mulandóságban, de az örök létre vágyva, feltételekhez kötötten, de a szabadságra vágyva, beteljesületlenül, de a teljességre vágyva, ez nem fog változni. És valahol azért jöhettünk ide, hogy ezt realizáljuk, és azt is, hogy az az én, az az egoitás, ami ezeknek a nagyon-nagyon magasztos minőségeknek az elérésére törekszik minden áron, minden áron. Ez az egoitás maga az illúzió. Tehát amikor nem tudsz tökéletes lenni, amikor nem tudsz örökké élni, amikor nem tudsz feltételektől mentesen élni, akkor nehogy azt hidd, hogy ez a te hibád. Ez nem a te hibád. Ez az illúzió hibája. Ez az egoitás illúziójának a hibája. És így derül ki, az illúzió volta. Így derül ki, hogy az éned, azt, amit hiszel magadról, azt az én képet, azt nem viheted tovább. Az nem valóságos. De van valami, ami ennél sokkal, de sokkal egyszerűbb, és tisztább, és eredetibb, amire nem mondhatod, hogy én vagyok, de valójában azok vagyunk mi. És ennek az elérése, ennek a tapasztalata az én út lehetősége és célja. Úgyhogy szerintem bevezetőnek ez pont sok volt, és mostantól kezdve nagyon szívesen várom bármelyik kötő kérdését a zenről, a gyakorlatról, életről, kötődésről, szabadságról. Belém írt egy kérdés most, amiről már régebben mi beszéltünk, hogy nekem elég régen, meg most is elég tudományos gondolkozásom van. Tehát, hogy abban hiszek, amit látok, érzek, tapintok, stb. És ez a spirituális dolog, ez nekem egy kicsit olyan homályos. És nem lehet, hogy a gyakorlatomban ez gátol, mert valahogy én nem érzem. Valahogy nem érzek változást magamban. Mióta gyakorolsz, lelkem? Egy éve. Hát akkor térjünk vissza rá egy újabb év múlva, jó? Jó, hát nem várom. Most is válaszolok én neked. De hát azért egy év alatt olyan nagyon-nagyon falrengető, fundamentális változás. Tehát lehet, hogy csak ugye kapargatjuk még azt a jéghegyet, de még nem olvasztottuk el. Tehát jó az. És az, hogy hiszel abban, amit látsz, és hiszel abban, amit hallasz, azzal semmi baj nincs. És ez még önmagában nem tudományos igényű viselkedés tud, hanem a tiszta tudatra fókuszáló és egy tisztaságra törő viselkedés. Tehát, hogy lássam, hogy milyen az ég. Ha kék, akkor kék, ha felhős, akkor felhős. Halljak tisztán, hogy csend van, vagy megszólal-e a zene, vagy elindul-e az autó. Ez önmagában még nem tudományos. A tudomány az ott kezdődik, hogy megpróbálom kísérletileg igazolni, utána egy logikai struktúrában racionálisan leírni, és a harmadik, hogy megismételhetővé tenni. Ez a tudomány. A tiszta tudat az ebben a pillanatban nem kísérletezik, hanem tisztán lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, és a többi. Nem próbálja megismételni, mert megismételhetetlen. Eközött és eközött kb. 2 másodpercnyi különbség volt. Egy világnyi. Tudományosan utána mehetsz, és ilyen köteteket olvashatsz, de az nem hozza vissza ennek a tapasztalatát. Az első kettő és a második kettő között is óriási különbség volt. Tehát a 3 tudományos alapelv, amit most elmondtam, hogy kísérletileg igazolható, racionálisan leírható és rendszerezhető, és megismételhető, ez a tudományban szentséges és változtathatatlan. Viszont a zenben nem előfeltétel.
Tehát csak láss, csak hallj, csak tapasztalj, csak légy ebben a pillanatban, és csak ismerd fel a helyzetet, a kapcsolatot és a teendődet. Ez nem tudomány. Nem, mintha baj lenne a tudománya. De ez nem az. Sokkal egyszerűbb ennél, sokkal tisztább, és sokkal inkább élhető és vezérelhető. Más kérdés? Engem az érdekelne, hogy a te életedben, ha mondanál példákat, mielőtt még foglalkoztál ezzel a témával, és most, hogy ezzel a szinten vagy, milyen különbségek vannak, tehát hogy élsz, vagy tehát mennyire vagy más? Ezek a tapasztalatok nagyon-nagyon érdekesek lehetnek, ezek egyéniek, és ezek rajtad nem sokat segítenek. De mégis, én annyira szeretném hallani őket, de nagyon. Miért? Tehát? Valami konkrétumot, valami bizonyosságot, aki már tette, már mint megtapasztaltad. Tudom, hogy mindenkinek más a tapasztalása. Miért jelentene ez neked bizonyosságot, hogyha én rendkívül pozitív tapasztalatokról számolnék be? Hogy én ennyit és ennyit javítottam az érzékelésemen, magamon, a kapcsolataimon? Ez egy lelkesítő. Elhinnéd? El. Itt a baj. A bizonyosság benned van. És az is világos, hogy ez még most nincs meg. És ez is rendben van. Tehát én arra szeretnélek ösztönözni, hogy az én élettörténetem hézagos és nagyon kétes értékű tapasztalatai helyett hallgass igazi, benső önmagadra. És ennek a megtalálásában tudunk segíteni. Azért van itt holnap közös gyakorlás. Jó? Hatalmas labdát adtál, és most itt félig személytelenített és végtelenített tapasztalás sorozatot mondhattam volna neked arról, hogy ez a zen így, ahogy én ezt megéltem, ez milyen jó, milyen szép, mekkora fejlődési lehetőség van benne, és ezt nem teszem. Azért nem teszem, hogy pont ezt a szokást benned egy picikét vissza lehessen venni, hogy készpénznek veszed azt, ami elhangzik. Kételkedj. Kételkedj. Azért kételkedj kívül, hogy bizonyosságot találhass belül. Oké? Okay? Az előbbi hozzászólalásból úgy vettem észre, hogy a kételkedés az egy energia valójában ahhoz, hogy a változás az emberben létrejöjjön. És egy erő, egy helyes erőfeszítés, egy mondhatnám, egy tüzelőanyagnak lehet felhasználni, megkérdőjelezésével sok bennünk és akár kint lévő folyamatoknak? Gyakorlatilag a kételkedés úgy működik, mint az a csákány, amivel a jégfalat átvágod. Nagyon sokszor a fixa ideákba vetett hit, az rengeteg energia. És hogyha a fixa ideákba vetett hitet a kétségeddel elkezded kivonni, akkor rengeteg erőd lesz. Tehát abban hittél eddig, hogy ennek csak is így lehet lennie, hogy anyádhoz csak így viszonyulhattál. Elkezdesz kételkedni benne, hogy viszonyulhatok anyámhoz másképp is? Valójában tényleg így kell hozzá viszonyulnom? Megjelenik a tudatban a tér, megjelenik a lehetőség, és a kételből, és a kételyből óriási energia származott. Viszont, hogyha rossz helyen kételkedsz, akkor a saját határozottságodat, a saját eltökéltségedet teljesen keresztül tudod húzni. Tehát a kételynek, mint az összes többi tudati jelenségnek önálló minősége nincs. Ha megfelelő helyen és időben és módszerrel alkalmazod, gyönyörű dolgokat tudhatsz vele csinálni, például tudományos fejlődés lehet elérni, mert a mostani tudomány az többször átnézte, ami mondjuk Isaac Newton óta történt. Többször lebontotta, több százszor Einstein egyenleteit. Többször átnézte, hogy a kvantumfizika tényleg úgy működik, ahogy. És újra lerakta azokat az alapokat a kételj által, amelyek egyre biztosabban őrzik a tudományosságnak hogy a fellegvárát, hogy itt nem valami hókusz-pókuszról van szó, vagy valami téveszméről, vagy egyébről. Tehát a kételj így a bizonyosság záloga lehet. A bizonyosság forrása lehet, mert megfelelő módon kérdeztünk, kételkedtünk, és ebből újabb bizonyosság származott. Ha megfelelő módon teszed ezt, hatalmas energia lehet belőle. Ha nem megfelelő módon, mert már olyanra kérdezel, ami már teljesen a cselekvés fázisában kellene, hogy legyen,
akkor ebből hatalmas problémák lehetnek, mert te eldöntötted a benne zajló folyamatok alapján, hogy te kimész a toaletre. És akkor egyszer csak, tényleg kimenjek? Gondoljuk ezt, tehát is. Na de várj, gondoljuk ezt, tehát, hogy tényleg ki kell mennem, és tényleg, most ez tényleg zajlik az én bélflórámban, ami itt történik? Hát gond. És hogyha túlságosan sokáig kételkedsz, akkor ez a elsősorban a határozottság, aztán pedig a személyes higiéni a rovására tud menni. Ugye? Tehát ezért kell ezzel vigyázni. Hol kételkedem és miben? Ezt még erővel feltölteni, mert sokszor van úgy nálam is, hogy észreveszem, hogy tennem kell egy jobbat, mintha egy vihar úgy elvinni ezt a dolgot. És tehát mik azok a gyakorlatok, amelyikkel esetleg ezt erősíteni? Jobban figyeljek az emberre? Ilyenkor helyzet, kapcsolat és teendő hármasságára kell figyelni. Helyzet, kapcsolat és teendő. És ez a vihar, ami az érzelmek és a gondolatok vihara, ez még tarthat, de te már megláttad a világító tornyot, már megláttad az oda vezető utat, és te mész azon, akár mekkora csihi-puhi van. Jégeső, eső, egyebek, teljesen mindegy. De te a viharban már megfelelő irányban haladsz. Felhúzod a kis esőkabátodat, nem zavar az, hogy esik. Magyarul történjék benned bármi, te azt teszed, amit helyesnek látsz. Ha megbotlok, keljek fel? Igen. Mert sokszor megbotlok az úton. Na de hát ne kelj fel. De. Hát akkor. A zenben van egy ilyen szólás, hogy 7-szer elbuksz, 8-szor kelj fel. És nem rossz újra értékelni a helyzetet. De amikor cselekedni kell, akkor cselekedj. Amikor kétes értékű bizonyosság van, akkor kételkedj. És volna egy olyan érzés a tiszta tudatnak, hogy azt megérzi? Persze. Persze. Hát hogyne? Ez szokott lenni, és erre tudok néha figyelni, de akkor az nem is tudok magyarázni, egyszerűen érzem, hogy hopp. Igen, na most ez az intuíció az vagy működik, vagy pedig a viharból lehulló kis esőcsepp, tehát nem biztos, hogy ez a mindig. Tehát például nagyon közhelyes, de mész mondjuk a tömegben, rálépnek a lábadra, és az első impulzus, na, jó pofán vágom. És mégsem. Tehát van, amikor a viharból jön le a villámcsapás, és nem az intuíció gyönyörűséges, ugye, tiszta fénye működik, és ezért kell az entréning, hogy valamiféle tisztaságot elérjek, valami alapot elérjek, amiben megbízhatom, ez a tudatodnak a fundamentuma. Ez nem vallási fundamentalizmus, ez a tudatod fundamentuma. Az a tiszta tudat, az a jelenlét, amely ebben a pillanatban egyként éli meg a külsőt és a belsőt. Nem bontja a világot jóra és rosszra, de tisztán látja az okot és az okozatot. És hogyha ezt éled, akkor ezek a kis plip-plip, ezek a kis intuitív szikrák, ezek egyre tisztábbak lesznek, és végül letisztulhatnak úgy, hogy instant, tehát real time, valós időben számíthatsz rájuk, és nem kell lelassítani, átgondolni, tényleg jó ez így, stb. Stb. Tehát el lehet ezt érni. Ez az egyéváltság tapasztalata, és a nem mozduló megélése a cselekvésben. Hogy ugye a buddhizmus Indiából indult, majd Ázsiába terjedt tovább, és az ázsiai emberek teljesen másképp szocializálódtak, teljesen más történelmi dolgokon mentek keresztül, és ugye próbáljuk azt úgy, ahogy van a maga valójában ezt a koreai buddhizmust áthozni Európába, ahol teljesen más az emberi tudat, hogy teljesen más dolgokon mentünk keresztül, hogy ezt így teljes egészében át lehet adni? Nem. De azért csak a mihez tartás végéd, azt tudod, hogy India is Ázsia. Jó, rendben van. Akkor helyben vagyunk. Tehát egy indiai kultúra átment kínai, tibeti, nepáli, koreai, japán, indokínai és srilankai és egyéb kultúrákba. De nem a kultúra ment át, hanem a tan. Tehát ezért hangsúlyozom ezt, hogy a tan ment át, és a tan az mindig visz magával kulturális eszközöket. De nagyon nagy részét nem lehet használni. Mert ahogy mondod, mi más történelemmel élünk, más csoporttudattal élünk, és a többi. Egy csomó mindent hozunk, és amit használhatunk belőle, azt használjuk.
amit nem, az pedig nem. És a Mahajána az így dolgozik. Már csak azért is tehetjük ezt, mert a tannak a lényege az nem kultúrfüggő. Az nem kultúrfüggő. De kultúra nélkül nem tudod megjeleníteni, és nem tudod integrálni az adott társadalomba. A tan lényegi üzenete és a megjelenése nem ugyanaz. De ha nincs belső égésű motor, akkor a benzin csak úgy fölrobban, az szevasz. Meggyújtottad, és hogyha nem egy megfelelő motorba tetted azt, akkor az energiája elvész. Ellobban anélkül, hogy meghajtaná azt a kultúrát. Hogy átnemesítené azt a kultúrát. És ezért tart évszázadokig, amíg a tan valójában összeforr egy fogadó kultúrával, mert ezt lassan és óvatosan illik csinálni. Tehát lassan, nyugodtan, tisztelettudóan, mint vendégek, az ember próbálja az adott kultúrához igazítani azt a tant, amely már bizonyított, amely már évszázadok óta működik Ázsiában. De nagyon sok mértékadó történész és kultúrtörténész szerint a 20. század legnagyobb paradigmaváltása, hangsúlyozom paradigmaváltása, az nem a két világháború volt, nem a fogyasztói társadalom, nem valami külsődleges, nagyon spektakuláris dolog, hanem az, hogy a keleti tanok gyökeret vertek nyugaton. Hogy a buddhizmustól kezdve a jógáig egy csomó minden más, az fogja, és érdeklődő, nyitott tudatokon keresztül rövid távon legalábbis kiírthatatlanul befészkelte magát Európába, Amerikába, a nyugati civilizáció teljes területén. Tehát nem találsz olyan helyet, ahol ne lenne, vagy ne lenne elérhető egy könyvtárban, vagy bárhol. Ugye ez volt a legnagyobb tudati váltás. Az igazi kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. És az én szerény javaslatom az az, mert ki vagyok én, hogy javasoljak, de megkérdezted, hogy szépen, lassan, bölcsességgel és együttérzéssel adaptáljuk a tant ahhoz a kultúrához, amelybe éppen került általunk. Tehát igyekezzünk megválaszolni az emberek kérdéseit. Igyekezzünk megoldást találni a problémáikra, amelyeket ők kivitelezhetnek. Igyekezzünk utat mutatni, amelyen ők járhatnak, és hogyha nem, akkor talán valami más útra van szükség. Tehát nem a kultúrát hozzuk át, a lényeget hozzuk át, és azt beöltöztetjük, bebújtatjuk, integráljuk a honi kultúrába. És ez el fog tartani egy darabig. És ez pont rendjén van, hogy ez eltart egy darabig, mert ezt gyorsan, kapkodva, ezt így nem lehet csinálni. És jelzem, hogy az Európában honos ugye, vallások, azok keleten ugyanezt csinálták. Tehát nem csak a kelet jött nyugatra, a nyugat is elment keletre. És nem 2000 év egyházi és egyház közötti problémáit vitte oda, hanem azt, hogy ha hiszel, akkor ma vele vacsorálsz. Ezt vitte oda, és taroltak. És hát a buddhizmus sem 84 ezer szútrát hozott el, hanem azt mondta, hogy ha ebben a pillanatban letisztulsz, megvilágosodsz, és ebben az életben feloldhatod a karmikus kötöttségeidet. Hát ez is eléggé népszerűvé vált. Tehát ezek a lényegi mozdulatok, ezek a földet tényleg egy globális faluvá tették, ahol most már minden sátorból el lehet hallani a másik sátorig. Nem hinném, hogy ez gond lenne, nem hinném, hogy koreai kultúrát kellene átadnunk, és nem is azt adjuk át. Tehát abban vagyunk beöltözve, uram, bocsánat, másban nem tudunk beöltözni. Kérdeznék én most a karmával kapcsolatosan, mik azok az attribútumok, amelyek ezeket a karmátnak az üzemanyagát sikeresebben tudják elégetni? Tehát a valós életben mik azok az úgymond, úgy, ha jól mondanom, a parámiknak mondják ezt az indiaiak, hogy ehhez a zen hogy viszonyul ezekhez a jótétményekhez, és mik azok, amik az emberek? Először szeretném a fogalmat pontosítani, ha jól értettem. Ezek páramiták, tehát tökéletességek, igen, vagy éppen igen, jó tulajdonságok. És azon még ugye áll a vita, hogy ezek a páramiták, ezek tényleg elégetik a karmát, vagy csak kiegyensúlyozzák őket, de valójában azok a karmák ott maradnak. Tehát, hogyha valaki fösvény, akkor az adakozás, ez egy nagyon jó páramita. Ha valaki lusta, akkor az erőkifejtés egy jó páramita. Ha valaki nem elég eltökélt, akkor a fogadalmak az egy jó páramita. Tehát
az igazi kérdés az, hogy mivel ezek kiegyensúlyozzák a karmikus hiányosságainkat, vagy a tökéletlenségeinket, valójában elégetik-e ezt a karmát. Mert a Mahajána szerint ezt nem nagyon lehet és kell elégetni, hanem mondjuk kellő mértékben csökkenteni. És ez a csökkentéshez, a kiegyensúlyozáshoz fontosak a páramiták. Más nézetek kicsit konzervatívabb szerint, hogy te csak egy két lábon járó nemes nyolcrétű ösvény legyél, ahol a nyolc páramita, a nyolc tökéletesség a maga teljességében megvalósul. Ez nem életszerű. Tehát ez nem olyan, hogy te aztán egy megtestesült energiagombóc leszel, aki soha többet az életében nem lesz lusta, egyetlen pillanatra sem. Vagy egy megtestesült fogadalmi tanító leszel, aki aztán minden másodpercében lecsavarozottan, beszegezetten úgy betartja fogadalmakat, mint annak a rendje, és ettől még jól is működik. Tehát ez nem életszerű. Tudod? A páramiták kiegyensúlyozzák a tökéletlenségeket, ez teljesen jó, és ez a dualitás, mint minden dualitás pár, lehetőséget ad számodra a döntésre. A dualitások azok kétségek, mert kettő van belőlük. Tehát rengeteg ilyen kettősség van, ezek kétségek, és a kétségekből az adott pillanatban a tudatod egységet formál. Határoz és dönt. Tehát ugye Halason vagy, de Pesten most már szinte minden egyes forgalmas kereszteződésnél van egy kéregető. És neked el kell dönteni, hogy adsz vagy nem adsz. És hogy kinek adsz és mennyit adsz. Olyan nincs, hogy sose adj. Az már egy idő után ott ülsz a kis négykerekűtben és boldogan égeted a dízelolajat, az a szerencsétlen meg, akár úgy, hogy begyűjtik esténként és leveszik róla a százalékot, akár úgy, hogy nagy részt egyedül van kint, ez most már egyre ritkább, és ott is komoly területi igények meg foglalások vannak, hogy az ott, akkor mit csinál önmagával? Tehát, hogy van-e kis kajcsi-majcsi, van-e hol ugye, aludni, van, tehát valamiféle normál emberi funkció van-e? És el kell döntened. És mindig ott a kétség, adok, vagy nem adok? És ha adok, mennyit adok? Kinek adok? Milyen arcnak adok? És milyen arcnak nem adok? Melyikről feltételezem, hogy a mafiózók bábja, és melyikről látom, hogy ez egy tiszta koldus. És ő megérdemli, mert nem alkesz. Tehát nézd meg! És ezek a kétségek, ezek nagyon jó tréningek. Tehát mindig dönteni kell, hogy az adott ellentét párból milyen keveréket hozol létre, milyen arányban. Ugye? És ezt csak egy egységes, tiszta tudattal teheted meg, igazából, amely nem rabja ezen ellentét párok egyikének. Most képzeld el, hogyha az egyik ugye, kezedben lévő ecset, az valamelyik festékes dobozba beleragadna. Ha nem tudnád kikeverni a festéket, mert az egyik dobozba az ecset mindig berántana. Na de a tudatunk az nagyrészt így működik. Mi nagyon hiszünk a jóban, és nagyon nem akarunk hinni a rosszban. És éppen ezért a jónak titulált festékes doboz berántja az ecsetet. És még egy kicsi egyéb minőségre lenne szükség, amire a rossz felirat van írva, akkor nem tudjuk beletenni az ecsetünk, és nem tudunk vételezni belőle. És ettől a jó, amit kikiáltottunk jónak, az teljesen korrumpálódik. Teljesen működésképtelenné válik. Nézd meg, erre rengeteg példa van. Rengeteg példa van a színházaktól és a daraboktól, ez a kaukázusi krétakör, vagy éppen egyéb életterületek. Tehát ahol van egy sente, ott lesz egy sújta is. Ahol van egy jó, ott lesz egy rossz is. És ez a világ, ez így működik. Tehát polaritásokból, ellentétekből áll. Az igazi kérdés az, hogy egy adott pillanatban melyikből mennyit használsz föl. Az fogja eldönteni, hogy mi lesz az eredmény. Ez érdekes, amikor velem történik, akkor egyszerűen csak adok. Mindig és mindenkinek? Na ne. Legalábbis azt hittem eddig. Lehetséges, hogy nem. Mindig és mindenkinek, aki veled szemben nem tudsz adni. Ha ilyen hited van, tényleg menj el Indiába, mert ott aztán kigyógyulsz belőle biztosan. Aki tehát bele, egyfajta sablomba beleillik, okay. Nálam. Pont, de nem csak, nálam minden. A jókoldusnak adok. Értem most már. Látod? Értem.
A jókoldusnak adok. Szungszászonyomat megkérdezték pont erről, és ez az, ami korábban ilyen kis villanykörtéket gyújtott a fejemben. Nagyon érdekes volt az öreg válasza. Megkérdezték, hogy ugyanez. Kinek adjunk, kinek ne adjunk? Adhatunk-e mindig, vagy nem kell? Vagy ez pazarlás? Vagy nagyon sokféle módon föltették a kérdést, és az öreg mindig ezt mondta. Ha adsz, akkor adsz. Ha nem adsz, akkor nem adsz, de ne gondolkodj róla. Ne csinálj ént belőle. Ne gyárts le egy rusnya nagy egoitást belőle. És ez a páramitákra is akkor igaz. Ja? Azt szeretném kérdezni, hogy mágiával foglalkozik-e a zen? Igen. Amikor szomjas vagyok, iszom. De tudatosan? Én olyan tudatosan iszom, hogy annál tudatosabban már nem is lehet. Megválogatom például, hogy dharma beszéd alatt csak vizet. Előtte és utána mást is. Például gyümölcslevet. Tehát ez nagyon tudatos. Milyen egyéb tudatos mágiát szeretnél? Hát például változtassuk a vizet gyümölcslévé? Na, olyat nem. Például szó volt az adakozásról. Igen? És van egy olyan, hogy ha adok, akkor tízszeresen kapom vissza. Ez mostanában úgy van, hogy bankolás. Tehát ez nem mágia. Tehát nem így gondoltam. Ők igen. A kamatos kamatok majdnem így működnek, és hogyha 7%-ra adsz kölcsönt, akkor 10 év alatt a kétszeresét kapod vissza. Kicsit monetáris, de működik. Mit szerette volna kérdezni? Hát nem igazán erre gondoltam. Hanem, vagy akkor más irány volt, például, hogy minden tükör. Minden tükör? Igen. Illetve az én tükröm. Tehát minden az én tükröm. Igen. Tehát az egész világ egy tükörterem. Igen. És én vagyok benne az egyedül, és mindenki más a tükör. Igen. Hogy erről mit mondasz? Hát ez az elvarázsolt kastély. Tehát mindent lássunk úgy, ahogy van. Nagyon-nagyon jó, hogyha tükörszerű tiszta tudattal látjuk ezt, de hát a bot az bot, a könyv az könyv, a férfi az férfi, a nő meg nő. Tehát lássuk ezt így. Milyen minőségű az a bot, vagy az az ember, akivel én éppen találkozom? Majd ők ezt megmondják. Az már az én tükröm, nem? Nem, nem biztos. Tehát a bennük lévő minőségek, az az övé. De ha én bevonzottam azt a minőségű embert, akkor az rólam szól első. És ha ő bevonzott téged, mint az adott minőségű embert, az pedig róla szól. Kölcsönös? Igen. Kölcsönös. Tehát vagy kölcsönösen tükrei vagyunk egymásnak, vagy kölcsönösen elsétálunk egymás mellett. Nagyon jó a felvetése, de azért labdázunk vele, hogy a hiányzó mozaik darabokat beillesszük a képbe, és ekkor ki van egyensúlyozva. Egyensúly nélkül egy ilyen Alíz csodaországban kezdetű, ilyen mágikus álomvilágba bele hajszolhatjuk magunkat, és amikor nem működik, akkor frusztrálódunk nagyon. És akkor azt mondjuk, hogy ez a mágia, ez így nem jó, csináljunk valami más mágiát. Az ember az a legnagyobb mágia, hogy nem csinál semmit. Nem hozol létre álomvilágot. Tehát ez a különböző én alapú vágyak így egyesítése, hogy ilyen mágiát szeretnénk azért, hogy valahol a törvényeket meghaladjuk. Az adott nagyon komoly törvényeket. Erre mondok egy példát. A Buddha idejében nagyon-nagyon sok világi hívő gyakorolta a tant. És volt egy anya, aki elvesztette az újszülött gyermekét. És sírva, zokogva ment a Buddhához, és azt mondta, hogy kérlek, Buddha, támaszd fel a gyermekemet, tudom, hogy képes vagy rá, mert azért a Buddhának és közvetlen tanítványainak volt egy kis eszköztár a birtokukban. És a Buddha azt mondja, természetes, megteszem. Csak egy kenőcsre lenne szükségem, amely mustármagból készül, és ezek különleges mustármagok kellenek, és ezek csak olyan házból származhatnak, ahol nem történt haláleset. Tehát kérlek, hogy hozzál nekem ilyen mustármagokat, amelyek ilyen házakból származnak, és akkor elkészítjük ezt a kenőcsöt, és akkor feltámasztom a gyerekedet. És a nő házról házra járt. És kérte, hogy kérem, hogyha itt nem történt esetleg haláleset, kaphatnék egy kis mustármagot?
És minden házban azt mondták, hogy hát itt bizony sajnos történt. Itt bizony sajnos történt. És ment, ment, ment. És amikor ez eltöltötte az igazság tudásával a lelkét, amikor megszabadult ettől a vágytól, ettől a ragaszkodástól, akkor leborult a Buddha lábához, és megköszönte a tanítást, és akkor eltemette a gyermekét. Milyen mágiát szeretnél? Tehát a saját illúzióinktól, a saját egoitásunk tévképzetétől való megszabadulás a legnagyobb mágia. Ezt kívánom neked is, mindenkinek, mindannyiunknak ezen az úton. És nem valamit, ami ugye a kígyóra nem csak, hogy lábakat fest, hanem ezekre a lábakra még zoknit is húz, és mivel még azt sem elég, ezért magas sarkú cipőket tesz rá, hogy jó kopogjon. Hát én azt szeretném megkérdezni, hogy a zenben akkor igazából mire kell törekedni? Úgy értem, hogy a tisztánlátást értem, csak minél több tapasztalatot gyűjtsünk, hogy azok által tisztánlássunk, vagy inkább vonuljunk ki a világból egy nagy rétre, és ott gondolkodjunk a magunkban lévő eszmékről. Melyiket szereted jobban, szervizelni a biciklidát, vagy pedig biciklizni? Biciklizni. És az nem kell néha szervizelni? Lánclemosás, kis olajzás, váltóbeállítás, fékbeállítás, nem kell hozzá? De. Oké. Akkor helyben vagyunk. Tehát ne szeressem se ezt, se azt, amikor arra van szükség, hogy kicsit szervizelem, akkor kicsit, ha nagyon, akkor teljes generál, teljes, agyig szétszedni az utolsó csapágyig mindent, aztán szépen tisztán összerak, és kiindul vele biciklizni. Tehát a belső tapasztalás és a külső tapasztalás az teljesen egyenértékű, de ehhez nagyon tiszta tudat kell, hogy ne torzítsunk semmit se a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a ragaszkodásainkkal. Oké? Tehát ehhez az öngyakorlat hozzásegít, de azt nem mondja meg neked, hogy neked mi a jobb, szervizelni vagy biciklizni. Amikor arra van szükség, akkor szépen szervizelünk, és amikor pedig biciklizhetünk, akkor hajrá! Egy viszont biztos, ha bármelyikhez ragaszkodsz, nem teljes az élet. Az egyik, amit az emberek többsége csinál, hogy soha, de soha ezt a tudatot nem pucolja ki. Mert azt hiszi, hogy tapasztaljunk csak, majd faladja a másikat, majd tanulunk abból. Ez bohó. Ez teljesen bolondság. Tehát miért ne előznénk meg a bajt, hogyha lehet? Miért ne látnánk előre, ha lehet? Miért ne dolgoznánk fel a múltat, ha lehet? És lehet. Tehát a zen ebből a szempontból az ebben a pillanatban való tiszta jelenléten múlik. És ez a tiszta jelenlét, ez a tiszta tükörszerű tudat. Ezt nem lehet túltréningezni, de tapasztalni is lehet vele bőségesen. Oké? De nem lehet túladagolni, nem lehet túlvezérelni. Ebben a pillanatban ez van. Oké? És aztán vannak olyanok, nagyon kevesen, akik annyira hozzászoktak a hegyi környezethez, vagy a meditációs terem atmoszférájához, hogy már csak ott akarnak lenni. Csak ott. És nem is akarnak kimenni már a világba. Sőt, nem is engedik, hogy a világ eljöjjön hozzájuk. Na, ők ragaszkodnak a szervízhez. A tökéletes szerszámkészlethez. A tökéletesen elrendezett alkatrészekhez. Azokhoz a hangokhoz, amelyek a tökéletesen működő kerékpár rozsdamentes zörejeiből állnak össze. És ez is hiba. Tehát ragaszkodsz az egyikhez, hiba, ragaszkodsz a másikhoz, hiba, mert akkor elesik az, ami hiányzik. Tehát ha kell, és általában kell, menj be a saját kis szervizetbe, azt pucold le magad. Állítsd be újra a gépet rendesen. És akkor megint a világban lehet egy picit biciklizni. Teljesítsd a feladatod. Mert a szerviz közben azt is meglátod, hogy miért biciklizel. Miért ülsz föl rá esmételten napról napra. És így már teljesen más. Így már nem annyira esetleges, meg véletlenszerű a dolog, hogy ez most miért történt velem? Hát, azért, mert ott voltál. Azért történt veled. Miért mentél oda? Tudtad, hogy merre mész? Nem. Na látod. Tehát megfelelő időben és helyen lenni, az már egy komoly
belső tudati tisztaságot kíván, hogy ne úgy élt meg, hogy miért én? Miért én? Azért. Azért, mert nem láttad át, mit csinálsz, nem volt célképzeted, nem volt önismereted, nem volt világ, ez mind nem volt, csak bicikliztél bele a vakvilágba. Puff! Mond. A célképzetet, amit most említettél, hogy az valakiben hogyan fogalmazódik meg, vagy mit kell, ha kell. Rendkívül legyen. Egyszerű, azt tudod, hogy a zen az nem egy ilyen guru biznisz, amelyik úgy megmondja neked, és beleoltja a fülcimpádba, hogy mit kell csinálni. Felteszed ezt a kérdést belül, hogy mi a dolgom? És ezzel a kérdéssel, ha kell, hónapokig dolgozol. És aztán megszületik a válasz. Ehhez megint csak kell kellő tapasztalat, önismeret. Világos, hogy ezzel nem 12 éves korában foglalkozik az ember. És hogyha később is, ugye, érettebb fejjel, akkor is tapasztal, és bevallja magának, ha esetleg rosszul döntött. De a legfontosabb, hogy tedd föl a kérdést. Mi a dolgom? És az a válasz lesz az igazi, amelyik nem mozdul el a kérdés mellől. Ezt egyébként társkapcsolatban lehet a legjobban meglátni. Nagyon sok lehetősége van férfiaknak és nőknek egyaránt, hogy párt válasszanak, és nagyon gyakran nem értik, hogy ez hogy működik, hogy ez most hogy van, hogy mi kiválasztjuk egymást, és sok más lehetőségünk van, de mégse a másik, vagy a harmadik, vagy x-edik. És a legegyszerűbb törölmetszett válasz az az, hogy egyszerűen nem mozdul el a másik mellől. Tehát, hogyha olyan kölcsönös kapcsolat épül ki, hogy nem mozdultok el egymás mellől, akkor kialakult a kapcsolat. És a kérdéssel és a válaszsal is így van. Honnan tudod, hogy az a válasz az igazi? Első körben az, hogy nem mozdul el a kérdés mellől. Akárhányszor kérdezed meg, hogy mi a dolgom, ugyanaz jön föl. És ez már egy hatalmas rostálásnak az eredménye, és nem elemzünk, nem ítélünk, hanem engedjük, hogy a tudat, az öntisztító, leválogató módszerével, anélkül, hogy te tudatosan ezen gondolkodnál, vagy elemezed, szűrje ki azt a választ, ami nem kell, és tartsa meg azt a választ, ami kell. És ez egy teljesen spontán, intuitív folyamat. Ezért kell idő hozzá. És egyszer csak megvan az, hogy neked az a dolgod, hogy, kettős pont, szándékosan nem mondok semmit, és oda, ami be van helyettesítve, azt kipróbálod a világban. És aztán rájössz, hogy mégsem. De akkor már a tudat megváltozott. És akkor újra leülsz, és már kiürítetted annak a helyét, hogy mi a dolgom, és újra megkérdezed. Lényeg az, hogy ezek az álmok, ezek ilyen bemelegítő körök, amik úgy jönnek fel a tudatba, és az alatt van az, amit valójában szeretné. Az nagyon ritka, hogy valaki 4 éves korában tudja, hogy ő szívsebész szeretne lenni, és az is lesz. De van ilyen. Van ilyen. Vagy Mozart tudta, hogy ő csak zongora, és akkor az is lett. De a legtöbbünk nem ilyen. A legtöbbünk nem ennyire tiszta küldetéstudattal, vagy hivatástudattal érkezett ide. És ezért kell az eszköz, maga az engyakorlat, a meditáció eszköze, hogy te leáss magadban olyan szintig, hogy olyan autentikus döntést hozhass, mint Mozart, vagy a szívsebész. Én visszatérnék ez a biciklis történethez, hogy mi van, hogyha van egy nagyon leamortizált bicikli, amit kapunk, azt sokáig kell a szervizbe tartani. És hogyha az nem ragaszkodás, hogyha mondjuk például egy helyen találja meg valaki azt, a szervízt. Igen, szervízt, mert bicikliről van szó, szervíz. Igen, az a szervízt, ami őt helyrehozza. Abszolút. Ez nem ragaszkodás, ez tudatosság és józanság. Tehát ez azt jelenti, hogy addig, amíg nem csinálok egy járóképes biciklit, amíg az szétesik, amíg a csavarok ottan lazák, meg a lánc itten leesik a fogaskerékről, meg a kormány erre fordul, meg kiugrik az első villa, addig nem ülök rá. Mert ugye a nagy tanítók is, legalábbis úgy olvastam, meg Buddha is egymagában érte el a megvilágosodást, egymagában. Ez nem egészen így van. Önálló erőfeszítéssel, de nem egymagában. Buddhával 5 aszkéta gyakorolt, úgy látótávolságban. Ezt nézzük meg. De az önálló erőfeszítés nem helyettesítheti senki és semmi. Na, erről van szó.
Akkor ennek a biciklinek önmagát kell megjavítani, vagy segítséget kap hozzá? Hogy hát a bicikli gazdája és a szervizmester és a többi bicikli tulajdonos együtt dolgoznak a szervizben, hogy mindenkinek legyen egy jó kis biciklije. És néha összevesznek a felmosoronyon, a villáskulcson, és az olajzó pisztolyon, meg a különböző dolgok, és ez mind rendben van. Majd szépen megoldják. Egyéb biciklis, környezetkímélő, tömegközlekedés segítő kérdés? Volt előbb szó arról, hogy kételkednünk kell. Érdemes, most... nem muszáj. Néha érdemes. Igen, tehát, hogy igen, nyilván a gravitációról nincs értelme kételkedni, tehát felesleges dolgokban ne kételkedjünk, de ezek olyan triviális dolgok, amit könnyen felfogunk, és tudjuk, hogy nem kell kételkedni, például a toalettremenésnél sem kell kételkedni. Ellenben honnan vesszük észre azokat a dolgokat, amikor már kezdjük bemagyarázni magunknak, hogy itt most kételkednünk kell, vagy pedig nem kell kételkednünk, hol csap vissza ez a dolog, hogy hol csavarodok bele, honnan tudom, hogy belecsavarodok egy olyan dologba, mert ezeket egyértelmű dolgok nagyon könnyű észrevenni, de vannak olyan nüansznyi, olyan élethelyzetek, ami vagy a tisztasági szintemből nem következik, hogy nem veszem észre azt a pillanatot úgy, mert nem gyakorlok mindegy lényegtelmi miatt. Nüanszint dolgoknál ezt nagyon nehéz észrevenni, és ezt honnan tudom, hogy bele vagyok csavarodva, honnan tudom azt, hogy elkezdem magamat hülyének érezni, miközben nem kéne magamat hülyének érezni, hol jön az, hogy nem kéne a másikat hülyének éreznem, hanem magamat kéne, vagy a másikat kellene, és nem pedig magamat. Tehát ezeket egy komplexebb helyzetben ezt hogyan tudom elkapni, mert esélytelennek tartom, és elkezdem magamnak bemagyarázni, hogy hoppá, lehet, hogy én vagyok a hülye, és magamat kezdem el nyúzni, hogy változtassak valamit. Érthető? A belecsavarodás mértékét például a kérdés hosszából nagyon jól le lehet mérni. Ez az első lehetőség. Egyszerűen és tisztán. Ennyi. Nincs külön mérőeszköz. Vagy egyszerű és tiszta, vagy nem. Ha belecsavarodtál, akkor már nem egyszerű és nem tiszta. Tehát térjünk vissza a pillanathoz, a tudat eredeti primér funkcióihoz, tisztán látás, tisztán hallás, tisztán érzékelés, tisztán gondolkodás, stb. És hogyha ez megvan, akkor enged, hogy ne az analitikus, okos intellektusod, vagy a nagyon-nagyon bonyolult érzésvilággal rendelkező szíved döntsön, hanem valami ennél mélyebb. Mondjuk az intuitív, tiszta tudatod, amely nem függ ezektől, de használja mindezeket. És ehhez kell a Zen tréning, hogy eddig a rétegig az intuitív, tiszta, nem konceptuális tudatig leáss. És hogy abból dönts, és ne a már másodlagos termékekből, a keletkezettekből akarjak valami egyebet csinálni, mert a keletkezett az nem eredeti. A keletkezett az keletkezett. Tehát mindenki tudja, hogy a csoki az nem a csoki gyár. Tehát a csokit szoktuk megenni, és a csoki gyárban ugye szoktuk azt legyártani. Tehát el kell jutni addig a forrásig, ahonnan a gondolataid, az érzelmeid, a reflexióid származnak. És miben, hogyha ezek az intuitív döntéseim, tegyük föl, tudom, mert tudom, hogy intuitíven mit kellene csinálnom, de ezzel fájdalmat, vagy pedig szenvedést okozok a körülöttem lévőknek? Még nem tiszta a tudat. Van olyan döntés, amely egyszerű, tiszta, intuitív, és ez nem jellemző rá, hogy szenvedést, fájdalmat, egyebet okoznál vele. Se magadnak, se másnak. Nincs elkerülhetetlen végzet, ezért mondom. Olyan van, hogy még nem találtuk meg az utat, de elkerülhetetlen végzet nincs. És hibázunk. Rendben van, tanulunk belőle. Azt szeretném kérdezni, hogy tudunk-e segíteni annak, akinek nem tiszta a tudata? Tehát aki egy kicsit be van zakkanva. Mennyire tudja elfogadni a segítséget? Ez a kérdés. Ha nem tudja elfogadni. Akkor nem tud neki segíteni. Tehát az el kell tudnia fogadni. Ha nem fogadja el, menthetetlen. És ezzel is szembe kell nézni. És akkor ne is akarjuk. De! Ho-ho-ho-ho! Vigyázzunk az árukapcsolással, mint az előbb is. Nagyon kell akarni, de bent kell tartani. Tehát odaállok mellé, és szeretnék neki segíteni, nem! Nem! Úszik valaki egy krokodilokkal teli tóban. És oda nyújtod felé a kezed, és nem akar kijönni.
az nem jelenti azt, hogy visszahúzod a kezedet, megvárod, amíg közel ér a krokodil. Vagy mondjuk a picit a lábujjába belecsíp, akkor rögtön megváltozik az érzete. Csak, hogy mégiscsak segítsen. Na, ugye mondtam. De addig, amíg így morcosan és durcásan behúzza a kezét a víz, hogy nem, azok nem is krokodilok. Tehát többet addig nem. Igen? Többet ártunk, ha mondjuk kiemelem hamarabb, még mielőtt a krokodil. Nem árt azt neki lelkem, csak visszaugrik. Tehát ő, így van. Igen. Tehát nem állt. Micsoda? Krokodilos tó? Az mind lótuszvirág. Puff! Már fejest is ugrott ismét bele. Így megy ez. Mindig ott kell állni. Mindig ott kell állni. Segítségre készen, de elvárások nélkül. És az Istenért nem szabad rá erőszakolni. Nem szabad. Tehát akkor az lesz a probléma. De ne is lökjek rajta. Dehogy. A világért se. Hát akkor különben... Tehát, hogy hát hamarabb eszmél, hogyha már ott van közel. Hát, hogyha maradunk a hasonlatnál, akkor ezzel az erővel meg is kérhetnéd a krokodilt, hogy kitátanád a szádat így az ő feje közelében? Hát nem, megvárjuk, amíg a krokodil úgy gondolja. Picit harapjál már belé. Na, ekkor szoktak nagyon rosszul elsülni a dolgok, mert a krokodil azt mondja, igen, és már le is nyakazta, kész, megette a fejét. De így meg, tehát attól tartok, hogy megeszi a krokodil. Te ne tarts attól, mert hogyha az illető felismeri és ki akar jönni, akkor a segítségeddel kijön. Ha meg nem, akkor megette a krokodil, és ez nem a te hibád. Akkor ő azzal a tapasztal lett gazdagabb, hogy megette a krokodil. Ha ezt akarta, akkor ez lett. De te neked az az egyetlen egy dolgod, hogy ott állj az utolsó lehetséges másodpercig is, és azt mondja, hogy itt a kezem, ragad meg, és gyere ki a krokodilok közül. Mint egy ismétlődő órajel. Állandóan. És ha ez megvan, akkor te megtetted azt, amit emberileg lehetséges, és nem vetted el az önrendelkezését, nem vetted el a szabadságát, nem vetted el az emberi mi voltát, méltóságát, hanem ott álltál, mint az élő lehetőség arra, hogy megváltozzon, hogy segítsen önmagán, miután elfogadta a segítségedet, stb. Stb. Ez messzire vezet. Nagyon jó a kérdés. Most itt ezzel kapcsolatban a krokodilos témával tetszett, fölmerült egy kérdésem. Mondjad. Tehát, hogy mi van, hogyha nekem az fáj, hogy nem hagyja, hogy segítsek, és azért akarok mindenáron segíteni. Teljesen emberi és, dolog. És fájjon. Fájjon is. Tehát még jobban, ettől vagyunk emberek. Még jobban erőltetnem kell magam, hogy ne segítsek addig, amíg nem fogadja el. Hogy türelmes légy. Hogy türelmes légy. Tehát a türelemnek óriási jelentősége van. Mert úgy kezdődött a kérdés, hogy a tudat tisztasága. Így van. Na most feltételezhetem, hogy nekem se olyan tiszta a tudatom. Hát a feltételezés már egy ilyen probléma. Ne feltételezzél. Nézzék körül. Meg nézzél magadba. Mit találsz? De ez jó kérdés. Oké, akkor foglalkozzunk ezzel. Holnapi meditációra szeretettel várlak. Már itt megvalósulhat a kérdésed egy gyönyörűséges kibomlása, és akkor belül tapasztalsz valamit, hogy mi van itt, mi van bent. Jó, hát kíváncsi vagyok. Oké. Köszönöm. Szívesen. Most ez a krokodilos eset, hogy ez is... Imádjuk a krokodilt közben, tehát hihetetlen. Tehát, hogy magamban nézek egyedül ennyi, hogy esetleg van valami üzenete számomra, hogy mégis ott vagyok, és nem bírom ott hagyni. És fáj, és néznem kell. Akkor még mindig nem magadban néz, mert potenciálisan még mindig kihúzhatod. Hát egyelőre ott úszkál a krokodilos tóban, és nem hajlandó róla tudomást venni. Tehát akkor te nem magaddal foglalkozz. Jó, én ott vagyok. És igen. Ott vagy, fájsz, és nyújtod a kezed a vízfelszín fölött, hogy nehogy a tédet kapja be a krokodil. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki szomorú, akkor egy darabig lehetsz vele együtt szomorú, de utána meg kell vigasztalni, hogy mind a kettő ugye, depresszióba esik. Te is, meg a másik fél is. De ha én őt mondottam be ezt az esetet, akkor azért csak van valami üzenete számomra, amiben... Igen, vigasztald meg ez az üzenet. Tehát a szabad akaratodat a vonzástörvények nem befolyásolják. Hallgatni kell a vonzástörvényekre, látni kell a vonzástörvényeket, de a szabad akaratodat nem befolyásolhatják. Most képzeld el,
átmész mondjuk itt Halason a főtéri gyalogátkelő helyen, és jön egy hatalmas kamion szembe, ott az úton. Oldalra fordulsz, és azt mondod, hát ma én ezt vonzottam be. Bum! Na de hát nem így megyünk át a zebrán, ugye? Attól, hogy bevonzottál valamit, az nem jelenti azt, hogy az önrendelkezésed és a szabad akaratod megszűnt. Oké? Nagyon fontos. Akkor egy olyan kérdés a tiszta tudatról továbbra is, hogy az erőfeszítés kell, hogy legyen, vagy munka kell, hogy legyen, hogy ezt létrehozhassuk, tehát, hogy kidisztuljon a tudatunk, egyfajta komolysággal jár, vagy az nem feltétlenül? Igen, mind a három szükséges. Kell az erőfeszítés, a munka, a komolyság, az eltökéltség, ez mind kell. És a humor, az belefér? Tehát, hogy... az is kell hozzá. Még kérdezhetsz, hogy még mi kell hozzá. És az is kell hozzá. Minden tapasztalat, amely visszavezet a tapasztalóhoz, minden tapasztalás, ami megmutatja, hogy mi az, vagy ki az, ami tapasztal, az mind kell. A kérdés az, hogy mit válasz be. Bizonyos tapasztalások nagyon durvák. Nagyon nagy realizáció származhat belőlük, nagyon kockázatosak és nagyon durvák. A kérdés az, hogy mit válasz be? Tehát a komolyságot, a munkát, az erőfeszítést, a humorérzéket, ezt vállalod be, és ezen keresztül szeretnéd igazi önmagad tapasztalni? Vagy valami mást? Tehát minden lehetséges, de nem minden szükséges. Te döntesz. Ez a döntés maga már a tiszta tudathoz közelebb visz. Mert rájössz, hogy te döntesz, hogy mit szeretnél tapasztalni. És ezen keresztül fogod önmagadat megismerni. Úgy érzem, hogy az ennél a humor az egy ilyen kulcs. Anélkül én biztos elpusztulnék, de szerintem a hallgatóság is sokkal rosszabbul érezni magát, ez az egyik. És ez nagyon jó. Muszáj, hogy tehát humor nélkül, és már régi kínai zenmesterek is rámutattak, hogy a humor az annyira természetesen emberi, és annyira az útban benne van, hogy ha ez kiveszne belőle, akkor nagyon hamar ellaposodna, és ehetetlenné válna az egész. Úgyhogy remélem, hogy ez a nap is olyan volt, amin sikerült nevetnünk. Én megköszönöm, hogy ennyien összegyűltünk, közelről és távolról, és részt vettünk ezen a Dharma beszéden. Kívánom azt, hogy nem csak holnap, hanem a közeljövőben is, és nem csak Halason vagy Baján, hanem talán a Pilisben is együtt gyakorolhatunk, és együtt tehetünk egy komoly, eltökélt erőfeszítést azért, hogy térjünk vissza a tiszta eredeti tudatunkhoz, találjuk meg igazi önmagunkat, és ezen tisztánlátás alapján úgy cselekedjünk, úgy beszéljünk, amely minden érző lény megszabadulását elősegíti, amely a szenvedésből valahol felébredést kovácsol. De a szenvedést nem tudjuk teljesen eltüntetni erről a bolygóról. Csökkenteni tudjuk, átalakítani tudjuk, de teljesen elvenni nem. És ahhoz, hogy ebből a szenvedésből felébredés származzék, hogy ráébredjünk arra, hogy valójában miért vagyunk itt, hogy elnyerjük azt a szabadságot, amely eredeti lehetőségünk, ahhoz mindannyiunkra szükség van, mindenkire szükség van. És remélem, hogy ezt minél többen, minél következetesebben gyakorolhatjuk együtt most, és a közeljövőben és a távolabbi jövőben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és eljöttetek.